Sziasztok! Újra itt vagyunk, a 74. nap következik Freiburgben. Szeptember 26-át írunk az újságok szerint. Az időjósok a város történelmének leghidegebb hőmérsékletére számíthatunk. Szóval ők azt mondják, hogy ez leghidegebb lesz. Az iskolai tankönyvek 50%-kal emelkednek árilag ebben az évben, és 2 millió dollárt tettek félre a reptér felújítására. Hát ennyi, így állunk most. Amit sajnálok, hogy elvették tőlünk a fogorvos ügyét, ugyanis miután konzultáltam tanult kollégámmal, kiderült, hogy ha és amennyiben véletlenül kiiktatom a maffia segítségével a legjobb emberemet, aki ugye beköpött volna, be is köpött így, ugye, kocsi, még mindig ott van, akkor magunk nyomozhattunk volna tovább az ügyben, és nem csak így, oh, hello, már megint gyilkosság történt, nézd, két officer és a SWAT, hát kösz. Itt mi a helyzet? Nem ez a helyzet. Szóval, hogyha kiiktattuk volna a kocsit egy nagyon picit, akkor a gettóban este 8-kor, ha nem zavarkolódunk, akkor 3000 miénk. Oké. Hát, ja, igen. Nem váltottuk le az összes detektívünket, mert kicsit drágább lett volna, mint gondoltuk. Elnézést, illetve, ugye semmi okunk nem volt rá. Azon kívül, amit itt rám próbáltak erőltetni. Gyilkossági kísérlet. Persze. Aha, innen megyünk ki. Folytogatás, nyakörv. Vagy hogy, ja, hogy kézzel, övvel, vagy deróttal, milyen fisfene ez. És egyetlen lehetőségünk az, hogy vagyjuk a szövéknek. Oh, Istenem, francba pedig ez egy királynyomozás lehetett volna. Az ott a St. John's Hospitalban arról szól, hogy a fogorvosa úgy támadt rá a fúrójával, mint ő lenne a fogorvos. De természetesen ez egy téves riasztás volt, amire nem mentünk ki. Nagyon helyes. Idegenek akarnak betörni. Nem hagyhatjuk. Szomszédek dörömbölnek a nő ajtaján, fiatal pár, akiknek elegük van nyálvagon macskából és a bűzből. Igen, legalább 50 macskája van bent. Hölgyem, itt a rendőrség nyissa ki, nincsenek veszélyben a macskák, vagy kérjük meg a szomszédokat, hogy menjenek odébb, és kopogjunk, vagy simán kopogjunk. Hölgyem, itt a rendőrség kell. Több színes macska kirohan az apartmanból, a lakásból, és a férfi szomszéd megpróbálja eltaposni őket. Mondjuk azt, hogy csinálgassa csak, majd én is szétrugom az ön seggét. Fogjuk össze a macskákat, nem.
Álltsuk le a fickót azzal, hogy gombottal megcsapjuk a térdét. Úgy. Ennyi. Aha. Részeg vagy. Drogbefolyásoltság alatt álló NG-n elütött egy kerékpárost. Erre a helyszínre mentünk most ki. Gyanús személy a zöldségesnél. Igen, kiköpött másra a fogorvosnak. Persze, hogy az. Csoda. Hogy még ott volt, hogy elkaphassuk. Hoppási kísérlet. Vagy egyszerűen csak ő is bezárta a kulcsát. Mindegy. Persze, hogy nem látott jól az öreg asszony, és egyáltalán nem hasonlított az emberünk a fogorvosra. Wow. Rablás a farmon. Ó, eltűntek a tehenek. Ufó. Micsoda? Ufó. Hát ez hülye. Az ufók elvitték a tehenét, és most erre... Aha. Tehát a csávó most betörte az ablakot és bemászott. Meg tudjuk figyelni, és várunk. Vagy... Vegyük elő a sokkolót, és szólítsuk fel az emberkét, hogy emelje fel a kezét, és szálljon ki az autóból. Nyitsuk ki az ajtót, és szólítsuk fel, hogy ne mozduljon. Legyen a sokkolós megoldás. Csávó valamiért a zsebéhez nyúl. Ne mozduljon. Gyorsan jöttök vissza. Visszajöttök, jól van. Erre inkább kimennék, mint az UFO-ra. Csak ahhoz először vissza kell jönni a srácoknak. Kösz. Nem jön hatni senki. Veszélyeztetés. UFO-ra nem megyünk ki, ne haragudjon. Eltűntek a tehenek és UFO, minden. Három új frame. Erre van szó. Mindjárt. Tehát persze. A fiú bevitte a teheneket az istállóba, csak elfelejtett szólni a faternak. Hoppá! Csodálatos. Visszahoztuk a gyerekeket az erdőből. Nő a fogorvos utolsó, legutóbbi áldozata. Brutálisan meggyilkolt Veronika Larsson. Korábban a polgármester kedvenc éttermének a menedzsere volt.
És már megint bevallottan elégedetlen velünk a polgármester. Kösz. Ja, ennyi. Az itt a kérdés, hogy most már összeáll-e a kép a nyomozás során. Köszönjük a 600 dodót, tök jó. Ó, jaj, 112 ezer. Szeretnék kérni egy... Ajaj, egy rengetektív. Investigáció. Lássuk. Az így elég fura. Már csak az a kérdés, hogy most akkor hogy áll össze. Igen. Szóval igazából valószínűleg ez, hogy üvöltözik vele az anyja. Ez nem. Then she started yelling at her son. Vagyis tényleg mégiscsak kiabált a fiával. De sok kép. No. Mit látott meg? Mindig ott kajabál a háttérben. Ja, nyitott volt. Nyitva volt az apartment ajtaja, tehát az a kép, amikor a nő becsukja, az nem túlságosan valid. Nincsen szó semmi ilyesmiről. Nope. Tehát becsenget. Kis John azt mondja, hogy
Ja, a kisgyó azt mondja, hogy ugye bújjak az ágy alá. De a szomszéd azt mondja, hogy még a fiával is elkezdett üvöltözni. Szóval lehet, hogy a fiú az, aki hazudik. Próbáljuk ki azt a verziót, hogy a fiú hazudik. Megjött az emberünk, kezdett kiabálni már az ajtóban, aztán kiabált a gyerekkel. Aztán a gyerek... kileste, hogy mi a helyzet. Először a... Fiszka, nem tudom, mit klopfolt itt az ember, de... whatever. A gyerek ezt kileste. Fiszkó haza. Két csávon beef. Hm? Na jó. Hát, hogy ezt nem most fogom megoldani. Interminiszteriális komité. Két legmegbízhatóbb emberem kellett nekik, úgyhogy... ment a két legmegbízhatóbb ember. És még esik is. Igen, jól látod, esik. Valami drog probléma van. Ja, és jól egyedül hagytam a csajt. Akkor most egy darabig nem megyünk sehova. Ott alukál. Aha. Szóval a tisztító az teljesen tiszta. Egy öröm nénike szúnyókál a pult mögött, vagy elosorunk mellette, vagy felébesztjük és megmutatjuk a házkutatási parancsot, vagy felébesztjük és odaadjuk az ingünket, hogy tisztítsuk ki. Megmutatjuk a házkutatási parancsot. Természetesen felébred, meglátja a rendőröket, üvöltözni kezd, és előkap egy shotgunt, egy puskát a pult alól. Használjuk a sokkolót, az nem bejött. Természetesen azért lepufantotta az öreget. Az öreg Simonetti meghalt, baszki. Fuck yeah. Nem tudom, mi lett volna itt a jó megoldás, hogy ne halljon bele senki. Gyanús személy a templomnál, csak nem a dentist, de hogy nem. Egy papúgy véri a dentist, pont ott ül. Ja, szerintem is. Hűha. Igen. Ó. Ez pedig... óriási bunyó van a parton. Nem fogok kimenni a partra, mégpedig azért, mert nincs elég emberem, mert a nyomvadék polgármester elvette a két legjobbat. Persze. A pap csak nem vette észre, hogy valakinek megváltozott a frizurája, és ezért keverte össze nyilván a fogásszal. Szuper. Officer on scene.
Igen, egyébként itt az, az a sztori, hogy bekötözték a szemét, egy kuponnal érkezett a fickó a fodrászhoz, bekötözték a szemét, levágták a haját, mert még levették a kötést a szeméről, és akkor meglátta, hogy mi történt a fejével, akkor szétverte a berendezést, összetörte a tükröt, és most azzal a tükörcseréppel fenyegeti az embereket, hogy elvágja a fodrász torkát, ha csak nem javítja meg a haját. Ember, nem is nézek ki, mert rosszul látnod kéne a feleségemet. Vagy leülünk a székbe és kérünk egy ingyen trimmelést, vagy azt mondjuk, hogy hé, haver, nagyobb is problém, nagyobb problémáid is vannak ma, mint egy hajvágás. Úgy, köszi. Nem tudok kimenni a masszív fightra a beachen. Á, gyerekek, mi van itt? Oh, wow. Akkora volt a fight, hogy meg is öltek valakit a tengerparton, mindezt azért, mert egy nő berágott, amiért valakik... Nodisten... strandoltak. Te jó ég, illegális árusító van a hídon, aki mindenféle brossokat és egyebeket árusít. Szuper. Gyanús személy a hídon. Valószínűleg egy ittas fiatalember kézifúróval a kezében leintett egy taxit a hídon. És én akkor most akkor küldjem oda a két legjobb emberemet, meg a SWAT-ot. Nem. Még a SWAT-tal együtt sem mennek ki, úgyhogy... Jaj, már rendőrnek költözött ember van a kávézóban, és nem pisztoly, hanem fúró van a pisztoly táskájában. Kész vagyok. Hogy mi? Detektív Moody meghalt, miközben nyomozott. Gyerekek, mi történik itt? Ő nem talált semmi újat, hát ez... szuper. Sian Freeberg rendőr volt. Jó van. Hát ez nem túl vidám ez a nap, két emberünk meghalt. Csak fúrókat adott el. És azért hívott, mert nem volt szerencsé. Remek. Nyilván csak halottnak mind a kettő természetesen. A francba. Biringások vért adnak a központi kórházban. Egy egész napos áramkivonulás volt a városközpontban, illetve az általános iskolás diákok ragadtak az óriás keréken. Úgy, de utál minket a városközpont. Holott most adtunk nekik embereket, nem is azért, hogy mondjak valamit. Bár valószínűleg inkább azért tudta... Nem mész moziba azért, mert a kedvenc színészed játszik egy ma... Na jó. Jó van, Zsirett, amúgy se jött. Tehát, hogy így... Ne. Mindegy. Az epilepsziás nagypapának kell a gyógyszereket szerezni a Zsirettnek. A másik fickót meg azért megettem haza, mert vagy azzal ment volna el, hogy jött egy új film a moziban. Nem engedhetek meg magamnak több detektívet. Hú, az igen.
csak kihaltunk innen. Kettő ember kéne az A-ba. Amit úgy kettő, hogy... Frank Drebin! Bocsánat. Ez csak így eszembe jutott. Szóval... Hú, Ross Murphy. Hú, de durván néz ki a dolog. Hát most így random szelekben azt mondom, hogy... Jó, hát csak egy tipp volt. Mr. Murphy. Az áldozat limozin sofőre. Mr. Pazzi. A sétált éjszakánként a városban. Igen. Rendszentárban nélküli szürke teherautó. Követett minket a parkba, az étteremből, ahonnan voltunk, de aztán lefordult valahol. Az orvosi vizsgálatot végző vizsgáló ember azt mondja, hogy Mr. Pazzi azonnali halált halt. Ez nehéz jármű, elcsapta magas sebességgel. És egy hűtőrács nyomai vannak a testén. Szóval vagy egy Jeep, vagy egy teherautó ütött el. Ó, és ráadásul átment a szélvédőn is. Föl a... Igen, tehát hogy a... látszövetekben található darabok, azok egy szélvédőből származtak. Úgyhogy valószínűleg az ütközés elég nagy volt ahhoz, hogy fellöki a levegőbe, és... át a szélvédőn. Szürke festéket tartalmaztak a ruhadarabjai. Ivan Blazikowski, aki csak arra járt, fog is futni el a parkban, motorbicikli hangját hallotta, szóval oda ment és kint, itt úgy tűnt, hogy de sikerült meglátnia, hogy motorosok voltak, akik az üres utakon szoktak versenyezni, amikor közelebb jutottam, kiderült, hogy a és arra gondolt, igen, hogy biztos egyedül motoroznak ezek a kis motorosok, de aztán kiderült, hogy az út üres, majd meglátta a testet és hívta a rendőrséget. Az aszfalton motorbicikli gominyomai és törött üvegdarabok voltak. Biztonsági kamerán, közeli kereszteződésben egy csoport motorbiciklist látott, és mögöttük pedig egy szürke jeepet törött szélvédővel, egy repett szélvédővel. Wow. Itt nem sokat sikerült találni, mert hogy meghalt az emberünk, ha jó volt életbe. Hát holnap, amikor felébredtél, majd akkor. Majd te nem ezt akartam igazából, hanem adni neki még egy párt. Addig szőrőztem, míg lejárt a gazi. Ez komoly. Csak reggel 90. Zaklatás. Jó, nem. Ez is azt mondja, hogy biztos a
fogorvos volt. Vagy fogász, vagy én nem tudom. Szóval a dentist. A sorozatgyilkos. Biztos a sorozatgyilkos volt. Biztos mindenki a sorozatgyilkos. Bunyó van az általános iskolában. Hát akkor gyanítom, hogy fáj, meg tud ezzel birkózni. Persze, szóval szép pégségből csábítják el az embereket, jó? Három pitbullal menne valahol vásárolni valaki. És... miután az őr közölte, hogy ezt nem kéne, hogy itt pitbullokkal javásálj, hello! Blake Cage. Újságíró. Nyomozó. Vagy nyomozó újságíró. Nyomozó riporter. Mit tudom én valaki? Mr. Boyd. Egy hosszú cikket készítek éppen, hogy előkészítek a Righteous Life magazinnak, és a cikkem témája a szodomita rendőrök. A nyomozásom szerint tragikus halálok. Micsoda? Na jó, ezt is tudom olvasni föl. Fúha, a cikk, azt akarja, hogy a cikke miatt halljon meg egy rendőr, mert hogy számításai szerint itt Freeburg-ben kéne. Szóval, hogy a számításai szerint Freeburg-ben kéne a következő áldozatnak meghallja, mert hogy egy pentagramnak kell kirajzolni az áldozatok. Ügyes vagy. Szóval, pentagramnak kell kirajzolni. Mi a franc? Szuper. Mészállás. Amit visszaérnek, küldöm ki őket, igen. Igen, így. Ja. Egy anonim tippet kaptunk arról, hogy a fogorvos betört a klinikára, és elkezd gyilkolni az embereket. Anonimus tippet. Anonimus. Persze. A filmforgatáshoz kellenének emberek. Mindjárt 4 vagy 5. Most annyi nem tudok nélkülözni. Aha. Tehát, hogy itt ugye annyi történt, hogy valaki elkezdte földarabolni a teheneket, míg éltek. És a tehenek tulajdonosai hívták ki a rendőrséget. Miután a csávó megálltott minket, felemelni a kezét, de még mindig a kezében van a gyilkos fegyver. Lehetőségeink, hogy lassan oda megyünk hozzá, kezünkben a pisztolyjal, és kiütjük a kezéből a kést, vagy bárdot, vagy bármi is ez. Vagy nyugtassuk meg a teheneket, és mondjuk, hogy minden rendben lesz, vagy próbáljunk megbilincselni az egyént. Én inkább lassan megközelítem, és elkapom. Ez van. Pillanat türelmét kérném, mert lehet, hogy ott bármi történik. Persze. A rohadt életbe. De utállak titeket, hogy a legjobb emberémet küldtem ki oda. Micsoda?
ez a Fülke című filmből ismerős lehet, hogy valaki beragadt egy telefonfülkébe, megadott egy feliratot, ami arra volt ragasztva, ami azt mondja, hogy ne mozdulj, és amikor ki akar jönni, akkor valaki, feltehetően nyilván egy mesterlövész, a földre lövöldözik, úgyhogy nem tudja elhagyni a telefonfülkét. Japp, szerintem is. Igen, ez a torokbárban egy Elvis megszemélyesítő verseny. Kivigyünk a fülkéshez. Mégis. Csak a városközpontban van, szóval. Aha, csomó Elvis imitátor. Van az ajtónál. Vagy áslisztolunk a tömegen csendesen, vagy felüvöltjük magunkat, mindenki félrehelyezett a rendőrséggel mindenek át. Vagy vágjunk utat magunknak a gonyvottal. Csendben átsúranunk. Oda bent ott egy férfi, aki elvisznek öltözött halálra váltan, és egy nő késsel a kezében. Dobd el a kést és kezeket az égnek. Úgy van, senki nem sérül, hogy így kell ezt csinálni. Az 50-es férfi. Ott van a telefonfülke padlóján. Gőjtött a nyomak vannak a járdán a környéken. Csomóan nézik már a túloldalról. Mr. Sniper be van kerítve. Adja meg magát. Nézzünk körül az ablakoknál és a tetőknél. A mesterlövész neki el megsorozni a telefonfülkét. Az egyik bámészkodó szerint a lövések egy 8. emeleti ablakból érkeznek. Üljünk rá arra az ablakra, amíg rá a bámészkodó rámutatott, of course. Vagy szaladjunk be az épületbe, ahonnan a lövések jöttek, esetleg rángassuk ki a férfit a telefonfülkéből a kocsiba. Szálljunk be az épületbe, honnan jöttek a lövések, nem? Hoppá, és senki nem sérült meg, köszi. Na jó. Mi a helyzet? Micsoda? Egy öreg fickó, ronyomba öltözve. Azt állítja, ja, egyébként a börtön körül sétálgatva azt üvöltözi, hogy én vagyok a fogász, én öltem meg őket, tartóztassanak le, gyónni akarok. Nyilván nem egy csöves, aki csak azt szeretné, hogy kaját kapjon. Persze. Jó, mondjuk Jenci. Jenci és Max Stone kimehet, ha akar. Koizumival, úgy. És már ketten sem mennek ki egy helyszínre. Gyilkosság. Még több, még több. A cseig. Mik ezek a képek? Hadd csak ide. Na szórakozz. Jó.
Muzáj van el. Igen, ezt már nem igazán bírom tovább, stb. Stb. Hú, te jó ég, túl sok itt a kép. Talán sem talál senki. Detektív Vickers sem talál új képeket. Fantasztikus. Sem motorosok, se törött szélvédő, semmi nincs. Az, hogy tök fölöslegesen jöttünk, igaz? Persze, tudtam, ezt mondom. Egy csövi, aki nem akart éhen halni az utcán. És mi francnak mentem egyetlen ki? Boom. Városon kívül lesz egy vadászrepülő bemutató, aztán ja igen, így hívják, hogy faló, vagy fahintaló, valami mindegy, szóval, hogy a faló mondd már mi ez a játékbolt, igen, köszönöm. Felajánlott az árvaháznak néhány játék teherautót, vagy játékautót, és a városháza megesküszik, hogy meg fogja oldani a víz krízist. Mi a víz krízis, arra mi nem tudunk, valószínűleg meleg víz hiánya, mert arra volt már. Hé, gyerekek! Gyerekek, Johnson, Johnson, nem mehetsz el. Nem. Jó, hogy felvettünk. Úgyhogy holnap. Hát nem hiszem el. Cifrafosás voltak macskáim egész nap. Kingston. Nem mész haza a hülye macskáidhoz, csezd meg. Ez mi? Ez egy munkahely, nem? Igen. Na jó. Húha. Mennyi pénzt kapom? Nem sok, nem sok. Húha. Na jó. Igen. Az általános iskolából hívnak, mert hogy megjött a Úristen. Most mondjuk Flowers-t is ki akartam küldeni, de mindegy most már. Francba kocsi, hogy miért kellett bekötni. Hogy úgy nyomoznék. Tényleg kitalálták a történetet, lehet? Nagyon jó vagy. Egyre jobb dolgok történnek itt. És hol van az idő? És tulajdonképpen nem történik semmi. Story-wise. Nincs egy banda, amit lefülelhetnénk. Ezt a nyomvadék zét
gyilkosságot sem bírom megoldani per pillanat. Valamiért nem áll össze a kép. Hújjaj. Popcorn's pizza. Oh. Puff. Az igen, túl hosszú volt a sor, úgyhogy gyomor szájon lőtte az embert. Pizzériában. Szép. Igen, jól látni az utcáról, a gyanúsított az asztalnál ül, csendben eszegeti a pizzáját, és van előtte egy fegyver. Kb. Egy tucat másik ember van az étteremben. Hívjuk fel a pizzériát, és próbáljuk meg beszélni az emberrel. Rohanjuk le a pizzériát, vagy várjunk, amíg az emberünk kijön. Hát nem hiszem, hogy ki fog jönni, de whatever. Hívjuk fel a pizzériát. Tessék. Te ő van aztán. Rabold ki saját magad, persze. Hihetetlen. Szuper. Gyanús személy. Roberto Morales. Nem láttam a feleségét. És láttam viszont, hogy tegnap este eltemetett valamit a hátsó kertben. Lopás. Hoppá, kaptunk 25 ezeret, de ez a kettő felmondotta, hogy látom, vagy ahogy olvasom, mert teljesen haszontalannak érezték magukat. Mészárlás van a Bölcs Sárkány étteremben. Fantasztikus. Nem érnek vissza addigra. Jep. Gyanús személy. Az fals volt, de ez... Páf, tudtam. Most értek vissza. Épp a vendégek éppen desszertet tesznek és politikáról dumálnak. Kérjük meg minden vendéget, akinél van valami tatyó, hogy menjenek a másik szobába. Válasszuk ki a leggyanúsabb férfit és verjük le. Vagy közöljük, hogy senki sem megy haza addig, amíg nem találjuk a tolvajt. Paf. Egy férfi, aki felháborodik a szituáción, felugrik és azt üvöltözi, hogy ő túl magas beosztású és túl méltóságos ahhoz, hogy részt vegyen ilyen cirkuszban. Kutassuk át. Ha. A pánikból elénk kovácsolva az egyik vendég föl kell, és csendesen a hátsó ajtó felé sonfod el. Mégis mit képzelsz, már nem mész, ha? Köszi. Erőszak.
A gyerekek, menjetek ki most már, úgyse jöttök többet dolgozni valószínűleg. Pucérnő van a kanapén könnyekben, mellette egy férfi fegyverrel, amit a rendőrségre emel. Hát ha ránk célzol, akkor dobd el a fegyvert. Hú, senki nem sérült meg, akkor mit sírdogáltott ez a nő? Nem mindegy. Vége a napnak. Ha nincs kivezető videó, vagy átvezető videó, már pedig nincs, akkor ezúttal is megköszönöm a figyelmet, és innen folytatjuk.